Hagyomány már, legalábbis nálunk, hogy negyedikben nem anyák napját készítünk, hanem egy ilyen negyedikes összefoglalót, hogy mi mindent csináltunk már 4 év alatt. Ez a kis műsorunk egy kiskamaszkorú kicska, ami érdemes azért is figyelni, mert ugye tudjuk, hogy a gyermekeink már kamaszodnak, de azt hiszem ezzel a kis műsorral előre vetítjük, hogy mi lesz még belőlük. Sok jó terem, ilyen senki, de ha elismennek a gyermekek, azért mi ott leszünk Gyöngyi nénivel bármikor, várunk bármi szeretettel, akár egy kis sírásra, akár egy kis örömködésre. Hát nagyon sokat dolgoztunk ezen a műsoron, a gyerekeknek is nagyon sok önálló munkája van benne, amit ők találtak ki. Illetve nagy segítség volt nekünk Emese néni, akik nélkül az énekeket az életben nem tanítottuk volna meg, vagy legalábbis az elsőt percben találna mindenki. Nem vagyunk színi tanudások, biztos lesznek benne apró hibák, de az biztos, hogy a gyerekek szíve, lelke és a miénk is benne van, úgyhogy fogadjátok nagy-nagy szeretettel. Lehet szép napos délelőtt, egy
iskolába, s Peti mindig megvárja őt. Fogalmazás, Kémi, a tanító minden piros talán van, azzal írja rá a végére, jó, meg nagyon jó, meg kitűnő. Már sose ír így aztán a jó, nem is olyan jó, mert azt mindenki megkapja, kivéve aki nagyon jót, vagy kitűnőt kap, mert az a legjobb. De az se boldog igazán, aki nagyon jót kap, mert mindig van, aki kitűnőt kap. Máté mindig a legjobb akar lenni. Megkérdezte, írjon, ha kitűnőt akar. Eleve nem fogalmazzát, mondta a tanárnéni. Nem írtam, legközelebb az volt a feladat a nagymamáéknál. Nem írtam egy szót sem arról, hogy a nagypapa kiment az erdőre, és olyan hangosan énekelt, hogy följött a házmester, és veszekedett vele. És pont erre kaptam kitűnőt. A tanító néni azt mondja, káromkodni csúnya dolog. De a papa gyakran mondja, hogy a frász meg a keserves szentségi, és a mama mondja, hogy egy nyavaját, és a nagypapa mondja, hogy rosszabb belé százszor is egy nap. Egyébként láttam, hogy Kriszta néni csokoládét eszi, pedig mindig arról beszél, hogy az édesség tönkre teszi a fogakat, és hogy a gyümölcs sokkal egészségesebb. Beni, aki az osztályunkba jár, egy vacsorát sóderpartinak hívja. Sóder tesztek vacsorára? Mert ez a sóderparti mégiscsak olyan lükkén hangzik. Frászt, mondta Beni, húst teszünk, és mindenki nyomhatja a sódert. Senki sem mondja, fogd be a szád, és mindig kipakolhatod azt, ami a szívedet nyomja. Mondta Beni, és nevetett. Azért mégiscsak lükkén hangzik az, hogy sóderparti, de ami a szívedet nyomja, az már igen. Nálunk csak olyan közönséges vacsora van. Azt mondják, ez foci, ruhájuk csupa volt. Autókják, ezzel meg összevesz.
mérnek azon, hogy hány köbcenti a hengerűs tartalom. A lány vécébe is bejönnek a fiúk, vízzel locsolnak ők, mi megsikoltozunk. Kiteszik lábukat, benne hasra esünk. Azt mondják, van haj, és azt mondják, nincs esz. A fenekünk alá ők tesznek rajszöget, békén nem hagynak, és belénk szerelmesek. Az összes lángvilis az, hogy mi van csúcsom, hiába is veled, nem mondja mosztítom. Mint kastélyban lakik, pont 20 aranylovat, de azért se lovon hozzá a kastélyba. Kertjükben egy falon, igaz gyönyör terem, szekrényükben csokit, cukor, töménytelen. A falból zene szól! Náluk ezt szereti, táncol, pörög, forog, és napon mindegy. Ruhájuk szerint gyémántjuk igazi már, ha ezt a mesét valaki beveszi. Mind nyelvet nyújtogat, és ha felrúgod, ezért bőg is árulkodik, még te kapsz büntetést. Körmükre szíveket, tollukkal festenek, kibírhatatlan, és elég szerelmesen. Elvinnének moziba, de sajnos ők csak Bruce Lee-t kedvelik. Fogdossák a kezem, de az összhatásom ez már nem segít. Srácokról sok jobb nem tudok, srácokról jobb, ha hallgatok. Valljuk be minden nap csalódás. Srácokkal nem jó semmi sem, srácokkal nincs meg. Mondjuk ki lányok, nincs meg. Némelyik olyan komoly néha, akár egy vakgyulladás, a másik nyerik, mint egy muszták, és ez nála szimpla kacagás. És közben egyik se sejti, miért jó szeretni egy lányt, ők csak az interneten bújják, bundog és rémes figurák. Thank you.
anyuban azt nem bírom, minden tud mondani valami okosat. Ha azt mondom, én is kezdem hozzá, ha azt mondom, nem szeretek suliba járni, és úgy utálom Márkot, és ő szorít a sulikon. Erre ő már mondja, és hogy majd megjön a kedvem, hogy tegnap még szerettem Márkot, és hogy vegyek föl egy másik. Az ember sosem unatkozhat. Tegnap a városban voltunk, anya meg én. A bácsiában vettünk egy nadrágot, vettünk egy cipőt, voltunk a bankban, utaztunk a metrón, meglátogattunk egy nagybácsit, aki nyomorja. És nem tud egyedül menni az utcán. Vettünk egy konyhai órát, ültem a széken, még anya felpróbált három ruhát. Kérdezte apa, mikor hazajött. A városban voltunk, és jól szórakoztunk. Felelte anya. Muris, én egyáltalán nem találtam szórakoztatni. Babának este nincs ideje a gyerekekre, és a papa, ő is rosszul áll idővel. És az öcsi, neki aztán semmi ideje nővérkéjére. A könyvtáros nénnek sincs ideje beszélgetnie velem, mert annyian jönnek könyvért. Bezzeg a részeg öreg bácsinak a könyvtár előtt, annak van ideje beszélgetni a gyerekekkel. Még jó, hogy a részeg öreg bácsira nincs ideje senkinek. A felnőttek furcsák néha. Azt hiszik, elég összeterelni két alkalmas korú gyereket, és a két gyerek automatikusan jó haver lesz. Szeretném összeterelni papát, találni egy alkalmas korú bácsival, és megnézni, összehaverkodnak-e. Biztosan nem akarna engem se többé összeterelni képvel például. Sokkal szívesebben játszom Annával, pedig annak is több van, de ugyanazt szeretem, mint én. Gyereknek lenni azért rossz, mert igazán sehová sem tartani. Persze nagyon az, hogy elég szülei vannak, és egészen sülelő testvérek szabadnak, de mégsem semmi, amit maradnak. Van egy klubunk, Zozó meg én vagyok a klub, de kettőhöz tartoz nem elég. Néha levelet írok magamnak, egy régi bélyeget ragasztok rá, és bedobom a leveles szekrényünkbe, hogy a többiek azt higgyék, hogy van valaki, aki csak az enyém, és aki csak én is van. Marad, fogd a kezem, jöjj az ágyam szélére, mesélj. Ha lerúgom a patlan, takard be, simogasd meg az arcam, és akkor se hagyj el. Tanulod ezt a tempót, mintha magamtól nem jöhetnék rá valamire.
tudom, milyen gyerek vagy te. Pedig mindjárt tudják, hogy milyen gyerek vagyok. Csak én nem. Az a baj, hogy ideges ez a gyerek. Az a baj, hogy nem sportol ez a gyerek. Az a baj, hogy zárkózott ez a gyerek. Az a baj, hogy nem gondolkozik ez a gyerek. Az a baj, hogy túlterhelt ez a gyerek. De abban mindjárt egyet értenek, hogy... Nincs benned semmi jó érzés! Benézhetsz a rossz levegőn, és görbe háttal ülsz a számítógép előtt? Bezzeg a te korodban! Én nem heverésztem világos nappal a rekamién. És nem ültem görbe háttal a számítógép előtt. Hanem ebéd után azonnal nekifogtunk a leckének. És ahogy befejeztük, szaladtunk ki a szabadba, és szívtuk a jó levegőt. Én szerintem azért, mert se apukámnak, se anyukámnak nem volt számítógépe. Pedig kiskorodban mennyire szeretted a zenét? Azért az sincsen rendjén, hogy neked nincsenek barátaid. Aztán meg kiderült, hogy vannak. Én örülök, ha vannak barátaid, de szeretném látni, hogy kik azok. Eljönnek, akkor meg nem szeretik őket nézni. Mert micsoda társaság ez, hogy egyik sem törni meg a lábát. De mindegyik zsebre dugja a kezét. Hogy egyik se tud tisztességesen köszönni. És egyiknek sincsen egy normális szava. Mert vagy gerítenek, mint a lovak, vagy hallgatnak, mint a kókák. A nagymamám szerint az a baj, hogy apukának és anyukának az én koromban nem volt se számítógépe, se CD-je, se mobilja. De megvolt a maguk jó társasága, akikkel kirándulni jártunk. Társas játékot játszottunk. És értelmes emberek módjára beszéltünk. Elég volt ebből, nincs kedved! Most a szobában, most be az ágyba! Én meg azt mondom, nem kedsz meg! Dörgöl a mandó, dörgöl a mandó! Nem kapsz soha többet kakaót! Ha nem mész be a szobádba, 2 hét szobafogság! Egy hétig nem kapsz zsebpénzt! Nem megyünk el a moziba! Felnőttek mindent előre tudnak. Azt is, hogy leesel onnan. Azt is, hogy összetöröm. Azt is, hogy felnyújtam. Azt is, hogy kijöntöm. Azt is, hogy megfázom. Azt is, hogy tönkreteszem. És azt is, hogy nem lesz ennek jó vége. Na ugye? Csak akkor miért mérgesek a végén, amikor igazuk lesz? Amióta nagy vagyok, és ez 5 éves öcsémnek is több esze van, mint nekem, arra is kíváncsiak, hogy... Mondd, édes fiam, tulajdonképpen te hogyan képzeled el az életet? Az életet olyankor kéne elképzelnem, amikor a számítógépet nyúzom. Amikor sárosan hagyom a cipőmet az előszobában. Amikor kölcsönadom apukám laptopját. Amikor későn jövök haza. Amikor nem tudnak reggel szökni. Amikor sokáig vagyok a kezdetben. Amikor egész nap nézem a tévét. És amikor már hétfőn elköltöm a heti zsebpénzemet. Nyalókára! Persze ilyenkor nem tudom elképzelni az életet, mert mással vagyok elfoglalva. Az életet akkor próbálom elképzelni, amikor leülök tanulni, mert olyankor van rá idő. Vagy amikor kijövök a buszból, mert akkor van hozzá kedvem. Én szerintem az élet egész tűnhető. És nem kell vele az embert folyton érezni. Én egész jól érzem magam az életben, ha nem is látszik rajta. De azért egy kicsit hasonlítok majd apura, és egy kicsit hasonlítok majd anyura. És amikor öregek lesznek, és ott ülnek majd a parkban, a padon, újra mindenkinek mutogatni fogják a kérdőt. Egy álmahoz, egy jel, a zene az kell, hogy ne veszünk el, hogy mégse adjuk fel. Mert a jó az csak szó, olyan, ami sokszor vágyazó. De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy. A dal egy biztos hely.
kell, hogy körülöl el, és nem leszünk majd el. Ha van egy szív, az sokat segít, majd úgysem adjuk fel. Köszönöm minden ember más, különös és sokfajta szokás. De hogy éjjel mindenki álmodik, majd majd nem csinál hajnalig. És van, aki néz, és van, aki beszél, és van, aki segít, hogyha kiderültél. Mert minden erős, és minden ragadó, de valami csak állva, és sose volt jó. Ami fontos, az boldog úgy legyen, az, hogy mindenki más milyen. A zene is csak ettől igaz, a dal csak ilyen szép. Thank you.
Mikor Gyöngyi néni